Na, a napelemek már korábban felkerültek a Szent Anna katolikus óvoda és általános iskola tetejére. A Geszterédi intézmény működtetését 5 éve vette át a Debrecen Nyíregyházi Egyházmegye. Ezt követően 2017-ben jelentős felújításon esett át az épület, amely új szárnyal is bővült. Az udvart és a tornatermet ekkor forráshiány miatt nem tudták korszerűsíteni, az elmúlt egy évben azonban sor került rá. A nagyobbak már birtokba is vették az új kondiparkot, emellett rekordtán pályát, játszóparkot és zöldövezetet alakítottak ki. A fejlesztések szerda délutáni átadóján és megszentelésén a fenntartó egyházmegye püspöke az összefogás erejét emelte ki. Mint elmondta, az egyház nevelést, identitást és küldetést ad a gyermekeknek. Olyan nevelést, amiben benne van a szó a növelés, hogy növekedjünk az ég felé. És aztán persze identitást, hogy kik is vagyunk mi. Itt Európa közepén, kik vagyunk mi magyarok? A magyarságunk mit is jelent számunkra? Mit jelent az, hogy keresztények, krisztusiak vagyunk? A közigazgatási államtitkár az oktatási intézmények járványhelyzet alatti munkáját köszönte meg. Az európai mércével is mért magas átoltottsági aránynak köszönhetően bízhatunk abban, hogy az új tanévben már nem kell attól tartanunk, hogy a jelenléti oktatást ismét a távoktatás váltaná fel. Magyarország kormánya, mint ahogyan az elmúlt 10 esztendőben, úgy a jövőben is a szívén viseli a magyar oktatás ügyét. Országszerte 350 milliárd forint értékben 900 helyszínen zajlanak köznevelési és sportberuházások, tornatermek, tanuszodák, tantermek létesülnek, újulnak meg. A 31 település magában foglaló választókerületben 30 iskola működik, közülük 12 egyházi fenntartásban. A Geszterédi intézmény egyre népszerűbbé vált az elmúlt években, a környező falvakból is többen járnak ide. Amikor kezdtünk 40 óvodással, most már csoportot kellett bővítenünk, már 80 óvodásunk van, illetve az általános iskolában is 72 bejáró tanulónk van. Iskolabusszal hozzuk a gyerekeket, illetve a szülők hozzánk, 6 településről érkeznek hozzánk a gyerekek, és nagyon örülünk neki, hogy folyamatosan bővül a iskolának a felszereltsége, illetve személyi állománya, teljes nálunk a szakos ellátottság, tehát nyugodt környezetben, katolikus légkörben tanulnak a tanulóink. Új gépek az iskola számítástechnika termében, ezeket is a közelmúltban szerezték be, ahogy a nyelvi labor felszereléseit is újakra cserélték. A tantermekbe pedig új padok, székek és táblák kerültek. A beruházás összesen több mint 200 millió forintból valósult meg, a néhány évvel ezelőtti felújítással együtt pedig több mint 500 millió forint jutott az intézmény fejlesztésére.